Budapest 18. kerülete a főváros egyik legszebb, emberléptékű, barátságos, kertvárosi része, mely elsősorban lakó-pihenő övezet. Jó levegőjét a területén elhelyezkedő erdők biztosítják. A korábban két önálló településnek, Pest-Szent-Lőrincnek és Pest-Szent-Imrének egyaránt a középkorban kezdődött a története. Első okleveles említéseik a 14. századból maradtak fenn. Az új betelepülések a 18. századtól indultak el, amikor terület a híres Grossalkovics család birtoka lett. Az igazi fejlődés azonban csak a 19. század végén a földek parcellázásakor kezdődött. Pest-Szent-Lőrinc területén elsősorban a főváros politikai és tudományos életének kiválóságai vásároltak nyaralóhelyeket, építettek villákat. A Kossuth tér a főváros egyik legszebb köztere, ahol az 1848-as forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából tavaly új emlékművet avattak fel. A kerület őrzi az itt élt tudósok, politikusok emlékét, szobrot állítva díszpolgárainak, Kondor Bélának, Váró Ötvös Lóránnak, Somogyi László, katolikus plébánosnak. Itt élt Puskás Tivadar, a telefonközpont és a telefonhírmondó feltalálója, gróf Lónyai Menyhért, az osztrák-magyar monarchia közös pénzügyminisztere, Magyarország miniszterelnöke. A kerület kulturális élete gazdag. A Gyöngyvirág utcában található úgynevezett Karádi villában működik a kerületi művész egyesület. A Millennium alkalmából készíti el a kerület számára 7 vezér szoborcsoportját Frech Otto szobráz. Az egyesület a kerületi önkormányzat segítségével évente megrendezi a nemzetközi képzőművészeti alkotótábort. A Lengyelországból, Ukrajnából, Erdélyből, más európai és afrikai országokból ide látogató művészek minden évben más témát dolgoznak fel. Idén a tábor központi témája a század és ezredforduló. Az elkészült alkotások a kerület közintézményeit díszítik. A kerületben élt a művészeti élet több kiemelkedő alakja. A színészek közül Fedák Sári, Komlós Vilmos, Komlós Juci, az irodalmi élet kiemelkedő személyiségei közül Benyámin László, Szécsi Margit, Sánta Ferenc, a képzőművészek közül a Zseni Kondor Béla, Visnyovszki Lajos, Sénner Mihály. Szentimre önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Örülünk, hogy ismét részt vehetünk a Játék határok nélkül nemzetközi vetélkedőn. Örülünk, mert szükség van a kapcsolatokra. Szükség van arra, hogy megismerjük a világot. Szükség van arra, hogy megismertessük magunkat a világgal. Örülök, hogy bemutatkozhatunk, hogy bemutathatjuk a főváros egyik legdinamikusan fejlődő kerület, a 18. kerületet, amely közel 40 négyzetkilométeren hivogató zöld területeivel, híresen jó levegőjével, az intézmények kínálta ezernyi szolgáltatással, fejlesztésre váró területeivel, vendégváró helyeivel várja az érdeklődőket, a letelepedni vágyókat, a beruházásokat, befektetéseket, keresőket. Nyitottak vagyunk, jó közlekedési viszonyokkal rendelkezünk, hiszen itt van a kerületben az ország egyetlen nemzetközi légikikötője, itt van az ország egyik legforgalmasabb tranzitútvonala, van vasútállomásunk, és minden van, ami érdekes lehet egy érdeklődő turista, magyar vagy külföldi állampolgár számára. Kérjük, hogy ne kerüljék el, hogyha erre járnak a főváros 18. kerületét, ismerjék meg értékeinket, amelyekre büszkék vagyunk, ismerjék meg lehetőségeinket, és kérem, hogy csatlakozzanak ahhoz a 100 000 lakoshoz, aki otthonául választotta a 18. kerületet. Pest-Szent-Lőrinc, Pest-Szent-Imre méltán büszke nevelési, oktatási intézményeire, melyek változatos pedagógiai programokat kínálnak az itt élő családoknak, s diákjaik, művészeti csoportjaik elismeréseket arattak külföldi megmérettetéseken is. Itt működik a főváros egyetlen nemzetközi érettségi vizsgát adó gimnáziuma, a Karinti Frigyes Gimnázium.
Bókai Árpád, a gyógyszertannal is foglalkozó orvosprofesszor családja a II. Világháború után a település ifjúságának adományozta itt található birtokát. A Bókai kertben ma az évszázados fák alatt a diákközpont és a parkuszoda működik, ahol a fiatalok kellemesen és hasznosan tölthetik el szabadidejüket. Pest-Szentlőrinc 1910-ben alakult önálló nagyközséggé. Kápolna, iskolák, óvodák épültek, temetőt létesítettek, az Üllői úton közlekedő személy- és teherszállításra is alkalmas keskenyvágányú vasutat villamosították. A fejlődés ettől kezdve szinte rohamosnak mondható. Új katolikus templom épült a Battyányi utcában. 1927-ben 4 iskolaépület készült el. Gyógyszertár, tűzoltóság, rendőrőrs, postahivatal kezdte meg működését. Jól illeszkedik 20. századi környezetébe a kerület egyetlen műemléképülete, a barokk kápolna, melyet még Grassalkovics Antal építtetett 1760-as években. A mai Pest-Szentlőrinc arculatához az új lakótelepek is hozzátartoznak. A városrészt átszelő forgalmas üllői és gyorsforgalmi utak kötik össze a belvárost az ország egyetlen nemzetközi repülőterével, Ferihegyjel. Az új kettes terminál mellett működik a repülős skanzen. A 20. század első felében több téladjár és kavicsbánya létesült. Az 1911-től 1930-ig működött Balázsféle téladjár helyén a Vajk utcai agyagbánya gödrében kis tó képződött, mely jelenleg horgásztó. Pest-Szentlőrinc Pest-Szent Imre nem mondható ipari kereskedelmi egységekben gazdagnak, a vállalkozásokra is a családias hangulat jellemző. A kisvállalkozások mellett jól megfér két nagyobb üzletközpont is. Soroksár Péteri 1930. januárjában alakult önálló nagyközséggé. 1931-ben vette fel a Pest-Szent Imre nevet, Szent Imre herceg halálának 900. évfordulója alkalmából. A településrész tavaly ünnepelte 100. évfordulóját, mely alkalomból kihelyezett képviselőtestület ülést tartottak a 10 éves Pest-Szent Imrei közösségi házban. A II. Világháború előtt Pest-Szent Imrére került református lelkész, dr. Széki Endre rendkívül sokat tett a község felvirágoztatásáért. Önálló imrei református templomot és kultúrházat hozott létre.
A kerületi önkormányzat 1998-ban díszpolgári címmel tüntette ki halálának 10. évfordulóján. Nevét vette fel a helyi közéletben fontos szerepet betöltő történeti társaság is, mely nagy segítséget nyújtott az augusztus 20-án megnyitott Pesszent Imrei állandó történeti kiállítás létrehozásában. Most pedig ismerkedjünk meg a kerület csapatával. Orem András vagyok, 24 éves, már másodszorra veszem részt a játékokon, és kedvenc sportom a foci. Lencser Mátyás vagyok, 18 éves, a Károly Mihály Magyar-Spanyol kétanyag gimnáziumba járok. Gyermekkoromban úsztam, jelenleg kézilabdázom és atlétizálok versenyszerűen. Nagy Ferenc vagyok, 36 éves vagyok, testnevelőtanárként tanultam, jelenleg vállalkozóként dolgozom a kerületbe, és minden olyan tevékenységet szeretek, ami a sporttal, a mozgással és az egészséges életmóddal kapcsolatos. Németh Krisztina, 22 éves, 10 éve karatézom, és legjobb eredményem eddig BB bronzérmes, és a TF-en szeretnék tovább tanulni. Kücsön Zsuzsa vagyok, 24 éves, Lőrincen dolgozom könyvelőként, jelenleg budapesti bajnokságban röplabdázom versenyszerűen. Juhász Bea vagyok, 20 éves, a budapesti külkereskedelmi főiskolán első éves. Jelenleg a főiskola csapatában, az egyetemista és főiskolás bajnokságban röplabdázom. Cser Krime vagyok, 22 éves, Pannon Agrártudományi Egyetem hallgatója vagyok. Szeretem a sportokat, kedvenc hobbim a lovaglás. Berejk Márta vagyok, Ticskó a becenevem, 24 éves vagyok, 175 centi, 58 kiló, egy könyvesboltba volt vezetőként dolgozom, futok, úszok, kerékpározom, ebből a mountain bike, nagyon szeretek túrázni, és a hobbim maga a sport. Makai Mónikának hívnak, 19 éves vagyok, jelenleg az Ötvös Loránd Tudományi Egyetem biológia testnevelés szakára járok, ott atlétizálok versenyszerűen, korábban pedig kosárlabdáztam. Jó napot kívánok, Novák Mihály vagyok, itt lakom a 18. kerületben. Sajnos a játékokon először veszek részt, amit nagyon sajnálok. Úgy világítás technikával foglalkozom, kedvenc hobbi mindenféle sport, főleg most a mountain bike-ömbe nagyon beleszerettem, amit viszonylag aktívan is űzöm. Serk Attila vagyok, 24 éves, foglalkozásom épületgépész technikus, kedvenc sportjaim a tenisz és a mountain bike. Ezen kívül szeretek sportot, például a fotball, röplabda és a kosárlabda. Salinger Gábor vagyok, 45 éves, a Vígszínházban vagyok színész, immáron 8 éve. Gyermekkorom óta sportolok, sokféle sportágban kipróbáltam magam. Küzdősport, lovaglás, tenisz. Körülbelül 15 éve kaszkadőrként is ügyködöm. Ilyesmi. Mentzer Gusztávnak hívnak, harmadszor veszek részt ebben a nemzetközi játékos vetélkedőben. Kétszer, mint játékos, most harmadszorra a csapatkapitányi posztot töltöm be. 39 éves vagyok, az ütözási irodánál dolgozom.
puntata ricca di intrigo e di mistero. Piena di spie e di colpi di scena. Και τα μυστήριά μας ξεκινάνε αμέσως τώρα. Για παράδειγμα, πού είναι οι ομάδες μας? Itt vannak csak erre ütőztek a magyar csapat. Például a titkos ügynökök Budapest, Pesszentlőrinc, Pesszentrimmel érkeztek. Wow! A 18. Játék sem először vettek részt a játékosorozatban, hogy az első fordulóban nyílés is többet játszott más utolsó csapatunk lesz az ellenek. Svájcból Locarno Matteo mutatja őket. Svájciak pirosban játszanak majd ezen az estés. Osztász, a görög műsorvezető, a görög csapatot mutatja be. Sötétkékben Orestada városának csapata. Lássuk a szlovéneket, Mojica, új ismerősünk ebben az évben. A szlovén csapat pedig ezúttal Bohinje. Ők játszanak majd zöldben. Franciaországból Fabien és Nelson ezúttal Rouen csapatát invitálja a küzdőtérre. És végezetül a házigazda csapaton és a házigazda műsorvezetők Mauro és a Flavia, na és a ma este olasz csapata Bolzano Südtirol. Ez a hat csapat vesz részt tehát a játék határok nélkül 30. kiadásának második idei fordulójában. Talán emlékeznek rá, az elmúlt héten Gyöngyös képviselt a magyar színeket és a második helyet szereztük meg. Nos, Budapest 18. kerületesen először vesz részt a játék határok nélkül sorozatban, és így reméljük, hogy a rutin ismét egy dobogós helyhez lesz majd elég ezen az estén. Természetesen itt vannak a bírák, Döni Pötió, a vezetőbíró és a bírói kar magyar tagja, Német Lehel, ezúttal nagyon-nagyon elegánsan a smokingban, még a lányok is, és csak anyakendővel természetesen. És akkor futás, ki merre lásson, hiszen ez az este már-már kriminális, már-már rejtélyes lesz. Mission Impossible. Azaz lehetetlen küldetés, bármint tudják, a játék határok nélkülben semmi sem lehetetlen. Jó estét kívánok, kedves nézőink! A második elődöntő következik a játék határok nélkül ezévi sorozatában. Ezúttal a játékosoknak titkos ügynökké kell válniuk, a legkülönlegesebb, legveszélyesebb helyzetekből kell kivágniuk magukat. Reméljük ez nekünk, vagyis a Budapest, Pest-Szentlőrinc, Pest-Szentimre csapatának kiválóan sikerül. Természetesen a küzdelem mellett nem marad majd el a szórakozás sem. Ez tehát a jövő ígérete, reméljük jól szerepeljünk, szurkoljunk együtt. Minden titkos ügynök életében eljön egyszer az a pillanat, amikor hirtelen át kell változnia, hogy senki ne ismerje meg. Ezzel kezdődik a mai történet, nálunk Attilának kell hirtelen nővé válnia. Azt hiszem, nem egy mindennapi feladat női ruhában szerepelni. Lássuk, hogy megy neki. Nem csak ő vesz részt ebben a játékban, hanem Lechreich Márta is, aki majd spriccolni fogja valamik ellenfél játékos, Német Lehel éppen a svájciakat igazítja el. Szóval a lányok akadályozzák majd a fiúkat, persze senki sem a maga emberét, a nagy öltöző derbiben. Összesen 4 ruhadarabot kell fölvenni, meg egy parókát, amit levettek, másik 4 ruhadarabot viszont be kell tenni a bőröntbe, és úgy lehet majd csak visszajutni a kiindulási pontra. Attila röplabdázott, testépített, minden sportágat szívesen kipróbál, jelenleg aktívan teniszezik, hát nem tudom melyik sportág legközelebb az öltözés vetközéshez, talán a triatlon, de azt hiszem, hogy a speciál nem csinálta, reméljük azért ettől függetlenül is jól vetközik és jól öltözik majd. Elég labilisak ezek a tákolmányok, amin öltözni kell, ez is nehezíti a feladatot, na meg a víz, amit beszív a ruha, hiszen annyival nehezebb lesz, meg tapad is. Van egy pompázatos szoknyánk, függönyrojtokkal.
Attila, hát nem biztos, hogy ez így szabályos volt, ez az akku fejjel fölfelé, vagy hogy van, de majd talán sikerül rajta igazítani egyet, esetleg elmagyarázni Döninek, hogy ez a legújabb divat kreáció. A svájci lányzó a szort vízre esküszik. Attila, nem olyan éri el a vízsugár, nem tudom, kiakadályozza, de hogy nem nagyon, az biztos. Na, sikerült átöltözni, teli a bőrönt, a francia lányzó spriccel, de nem sok sikerrel. A svájci öltözik, megvan a kesztyűje, itt a szalovén. Lehet, hogy rögtön megnyerik az első játékot, ha jól láttam, Attila volt az első, most már csak az a lényeg, hogy szabályos legyen rajta a ruha. Márta egyébként a szlovén fiút spriccelte, nem rosszul, azt hiszem már ütletek a másodikok, de mögöttük vannak, és most valaki beesett a vízbe, ez egy pessimális megoldás, azt hiszem, hogy az olasz, rosszul kezdenek megint az olaszok, ugye az első fordulóban is utolsók voltak az olaszok, Ricardo ellenőrzi Attilát, szigorú tüchtig olasz ember, igen, itt úszik egy darab szűrt tiroli olasz, Attila toalettjét pedig úgy tűnik, hogy jóvá hagyták a bírák. Éljen! Attila, azt hiszem, ezt nagyon-nagyon magasan megnyerted. Igen, kicsit fordítva sikerült a föl. Nem igazán vagy jártatos a női ruhákban, ez azért látszik, teljesen fordítva vetted föl. Gyakoroltál már gyerekkorodtól a mama ruhájban? Gyakoroltam ezt, és azért. Ez a paróka a legszebb az egészen, jól áll. Még nézd meg magad a tükörben, mielőtt lep. Látom a tévében is, nagyon jól áll. Azt hiszem, ez jó előjel a továbbiakra. Nagyon szerintem is. Csinosnak tán nem mondanám Attilát, de eredményesnek mindenféleképpen, hiszen 6 pont a miénk, ebben az első játékban még nem lehet egy jokerezni, és hát utánunk a többiek egyelőre kicsit vágyatagan, Attila meséli még az élményeit. Na lássuk, előbb a lassítást. Így is érdekes a paróka. Én azt hittem, hogy itt fejjel lefelé vette fel az akkóját, most ez vagy jó volt, vagy megfordította időben. Se baj, ez a lényeg, hogy nyert méghozzá 1 perc, 3 másodperces álomrekorddal öltözött Attila. Szerintem soha életében, még a hadseregben sem öltözött ilyen gyorsan. Az olaszok pedig ugye 0 pontot kapnak, lévén, hogy fürdőt nem kellett venni. 6 pont a miénk, és így tovább a többiek, és egyben ugyanez jelenleg az összesített állása is, hiszen ugye jokerezni nem lehetett. Ennél jobban tehát nem kezdhettük volna. Budapest 18. kerület az élen, és a következő játékban ismét egy nagyon nehéz feladat lesz. Egy már-már lehetetlennek tűnő feladat, de reméljük, hogy megint mi fogjuk legjobban megoldani. A bőröndben rejlik a titok nyitja, mint ahogy nagyon sokszor majd még ezen az estén. Az egyik rablóban, de egy pénzzel teli táskát egy kémény aljában rejtett el, hogy senki ne találhassa meg. Reméljük, a mi ügynökünknek azonban ez sikerül. Ebben a játékban már lehet jokerezni, és pont ezt kérdezi Dön is. Van-e, aki akar jokerezni ebben a játékban? Nos, 2 csapat is jokerezik, úgyhogy Dönni mászhat le. Na, meglátjuk, milyen tornász Dönni. Egyébként testnevelés tanár, hihetetlenül ügyes, ő maga is végig szokta próbálni a játékokat, mindent végig csinál, amit ő sem tud megcsinálni, az senki nem tudja megcsinálni. Az a lovének és mi jokerezünk, puszik mindenhonnan, még Mencer Gusztáv csapatkapitánytól is, szemmel láthatóan ennek különösen örült. Azt hiszem, hogy az első játékot megnyertük, kicsit lelkesebben indultok a Jolis játéknak a másodiknak. Mi alapján választottátok ezt? Az alapján, hogy megpróbáljuk kiszűrni a szerencsefaktort, ez egy olyan szám, amelyikben az erő és az ügyesség számít, és reméljük, hogy jól helyt fogunk állni. Reméljük. Köszönöm. Köszönjük. Dönni tanult magyarul, korábban 2 évvel ezelőtt Magyarországon folytak a játékok. Fölcsippentett néhány szót. Na lássuk a játékot, Juhász ügynök és a nagy ügynök a magyar csapatban. Nagy Ferenc, 190 centi röplabdázott junior válogatottval 10 évig játszott az NB1-ben, ő csúszott le, és egy bőröndöt kell onnan fölhozni, és a játékos társa ledobálja ezeket a hatalmas golyókat, ott kell fölmászni. Juhász Beát a külgazdaságtan tanult, és ő is röplabdázik az egyetem csapatában. Mindenki más taktikával dolgozik, úgy látom, van, aki tornyot épít, a szlovén megszerezte a bőröndöt, és szépen lépeget fölfelé, ezt kell csinálni nekünk is. A szlovének jokereztek tehát, és mi, a szlovén nagyon-nagyon jól áll, és mi is haladunk, de azért kicsit gyorsabban kéne. Miért nem mennek a mi golyóbisaink? Miért nem mennek a golyóbisaink be? Hát, ha lehetne dobálni, gyerünk gyorsan. A szlovén nagyon jól áll, megy az olasz is. És megyünk mi is. Talán hamarabb lehetett volna dobálni, csak persze nem akarta Ferenc fejére dobni. A szlovének most fölérnek első helyen. Az olaszok még nagyon jól haladnak, Beát, hogy gyorsabban kéne dobálni kupán. Na ettől félt Beát, hogy kupán dobja a saját emberét.
Megvan a bőrön, ki lehet mászni, 190 centivel már elég mélyről ki lehet mászni, de az olaszok hamarabb kiértek, a kutyafáját harmadikok lettünk, nem baj. Az is jó azért, a harmadik helyen ott a bőrön, de a szlovénok táncolnak igazán. A francia meg a görög, a francia kiért, a görög leányzó meg rendületlenül kupán dobja a partnerét. És mi van a svájciakkal? Jön a svájci, nagyon lassan építkezik. Ajjaj, hát azért nem kell ebből makettvárat építeni, föl lehetne jutni már régen, és a partner nem dobálja lefelé a köveket. Megvannak a görögök is, már mindenki megvan, csak a svájciak nincsenek. Micsoda táncos lábú szlovén csapat. És mi a harmadikok vagyunk, ez egészen bizonyos, azaz 4 pontot kapunk majd, amit ugye a Joker miatt megduplázunk, és lesz bőle 8. Nagyon lelkesen építkezik itt ez a svájci ember, csak hol a bőröngye, azt lehet, hogy nem felejtett a fenekét? Pedig csak a játék lényegéről feledkezett meg, semmi másról, hogy a bőröndöt ki kell onnan hozni, de hát így is úgy is az utolsók, akár bőröndel, akár bőrön nélkül. A szlovének pedig hibátlanul jokereztek, hiszen győztes játékban jokereztek. Teljesítették a tervet, játékosait, Guszti? Hát egy kicsivel jobb helyzésre számítottunk, az én titkos tervem azért az volt, hogy ezt megnyerjük, de az első 3 hely egy jokerezve az nem rossz eredmény. Van elégedett vagy, ez a lényeg? Ha a vége, a minden jó, ha jó a vége. Egy kicsit hamarabb kezded el dobálni a köveket, akkor megnyerjük, viszont kevesebb kövünk volt, mint a többieknek, úgyhogy ügyesek voltatok. Örülök, hogy túléltem. Hát végül is ez is egy szempont, hogy Ferenc túlélte ezt a kis küldetést, de hát egy ügynök, mint tudjuk, minden túlél, egy játék határok nélkül játékosról pedig nem is beszélve. A lassításban látszik, hogy azért ez nagyon nehéz feladat volt, potyogott az égi áldás, aminek elvileg segítenie kellett volna a játékosokat, és aztán csak a végén lehetett táncolni, egy jót dancelni. És a szlovének nyertek tehát, 51 másodperc alatt jöttek föl, nekünk 1 perc 11 másodperc kellett, és a svájciak így is úgyis utolsók lettek, 5-ig jutottak, hát még fél távig mondjuk így. 6-5-4-3-2-1 a pontok, a Joker pedig dupláz, így a szlovének 12, mi pedig 8 ponttal lettünk gazdagabbak. És ez a két csapat áll az összetetben is, az élen, Bohény 17 ponttal, Budapest 18-kel lett 14 ponttal, ugye a Jokereknek köszönhetően, harmadik helyen a franciák 7 ponttal, aztán az olaszok 6-tal, végül az ötödik helyen holtversenyben a svájciak és a görögök 4-4 ponttal. A következő játék pedig megint igencsak rejtélyes lesz, és a tengerben játszódik majd javarészt mindenféle járművek, csoda járművek nélkül természetesen egy titkos ügynök nem indulhat bevetésre. És ebben a játékban, ezen az estén sok-sok ilyen csoda dolgot fogunk még látni, például most a következő bevetés során. Minden titkos ügynöknek van egy csoda járműve, ha nem is olyan, mint David Hasselhoffnak a kit, de azért most játékosainknak is van egy kétértőjük, majd meglátjuk, hogy hogyan működik mindez. Én izgulnék a helyükben, mert elég veszélyes feladat, és ti? Nagyon izgulok. Na! Na, itt vannak a csoda autók, már a beszállás sem egy egyszerű feladat, ezen a csúszós lejtőn. Ugye ebben a játékban 4 csapat játszik, a görögök és a szlovének kimaradnak, hiszen ők utána a filrúzsban, a fonaljátékban lesznek majd érdekeltek. A miénk mellett a franciák, az olaszok és a svájciak indulhatnak majd. És meglátják, ezekben a csoda autókban van egy meglepetés, mert ezek nem egyszerűen csak autók, hanem annál valami sokkal több, ami fog történni. Lényeg az, hogy le kell jutni a tengerbe, és át kell jutni majd az öböl túlsó partjára, és akinek ez elsőként sikerül, az nyeri majd a játékot. Harmadik játék tehát ezen az estén. Figyelem! Szól a síp. Na, lehet indulni. Nekünk sikerül elsőnek, bár az igazság szerint nem a játékosoktól függ, egyszerre kellett volna kinyílni az autóknak, nem egyszerre nyíltak, úgyhogy lehet, hogy itt lesznek gondok, de egyelőre azt nézzük, hogy hogy haladunk. Hoppá! Franciák csónakja fölborult, az biztos, hogy nem előírásszerű, méghozzá fejjel lefelé úszik, és nincsenek benne a játékosok. Mi haladunk, és az olaszokkal együtt haladunk, a svájciaknál beesett a leányzó. A mi csapatunkban Serk Tímea és Salinger Gábor. Gábor gondolom sokan ismerik, televíziós sorozatokból, színész és kaszkadőr. Nagyon sokféle sportágat kipróbált már, és ez a kaszkadőrség lehet, hogy jól fog jönni egy ügynöknél. Tímea állattenyésztést tanul, lovagolt, úszott, atletizált, szeret teniszezni, síelni és aerobikozni.
és remélem, hogy vízi biciklizni is. Na most nagyon jó felé haladunk, az olaszok mintha megfordultak volna és mennek visszafelé, a svájciak csónakja pedig egyrészt részben eltörött attól, hogy a kislány kiesett a csónakjából, másrészt viszont nem nagyon halad. Jönnek az olaszok és a svájciak, valamerre Gábor őrületesen kormányoz. A svájciak és az olaszok, mintha visszajöttek volna, most az olasz fiú beveti magát a habokba. Igen, így fordítja meg a jót. Félek, hogy elromlott a kormány. Az az igazság, hogy a próbák során is kis gondok voltak ezzel a játékkal, egy kicsit túl komplikáltak lettek ezek a szerkezetek. Ez már nem egyszerűen ügynöki feladat. Mi azonban haladunk, és ebben nagyon rosszul nem jöhetünk ki, hogy itt vagyunk. Most próbálnak az olaszok is visszajutni a túlsó partra. Ebben a pillanatban átértünk, mit csinálnak a többiek? Próbálnak ők is átérni, a svájciak és az olaszok. És hát a franciákkal mi van, azt még majd meg kell nézzük, ugye beborultak a vízbe, nem tudom, vissza tudják-e fordítani a csónakot, az olasz fiú meg itt vízből kormányoz. Hát félek, hogy itt óvások lesznek emiatt a játék miatt. Na, franciák lábra is csónakra kaptak ismét, tekernek. Gábor kikászálódik, hogy kisegítse tíme át a csónakból. Hát kíváncsi, hogy mi lesz majd a bírói kar döntése. Mennek a svájciak, az olaszok. Mi meg dancelhetünk egy kicsit, azt is jól csinálja Tímea. Erre a játékra van 3 perc. Egymás mellett a franciák és a svájciak, ott a part mentén a surranó pályán. Svájciak kicsit törött csónakjukkal. Biztos vagyok benne, hogy reklamálni fognak az olaszok, ott valami kormány probléma volt. A franciák nem tudom mitől borultak be, és hát ugye nem indultak el egyszerre a csónakok, nem nyíltak ki egyszerre az autók. Na, mi meglátjuk, hogy a bírák mit döntenek. Az olasz magyaráz már benne a vízből, hát nem működik a kormány, ragazzi, hát így nem lehet. Úgyhogy majd ez biztos ékes olasz nyelven sok-sok mutogatással elmagyarázzák majd. És aztán érkeznek mindjárt ők is, hogy aztán majd a bírók tanakodhassanak, és mindenki elmondhassa a maga panaszát. Azt hiszem nem bánják a görögök és a szlovének, hogy kimaradtak ebből a játékból. Szóval az autóban lett a csónak, csak hát nem nyíltak ki egyszer az autók, és a csónakok is egy kicsit, hogy úgy mondjam, kis hibások lettek. Egy ügynök azért mindenre nincs felkészülve, bár az olasz fiú rendíthetetlen erővel vetette magát a habokba, hogy jófelé kormányozza a saját csónakját. A franciák is várják, hogy most aztán ebből mi lesz, és hát mi is várjuk. Félek, hogy korolja az ünneplés, mert az, hogy a mi csónakunk indult el elsőnek, az nem feltétlen érdem, a többiek egy kicsit, mint a beszorultak volna. Hát majd a bírák megkonzultálják, nyilván minden csapatkapitány elmondja magáét. Itt Dönni már a görög, az olasz és a svájci bíróval tanácskozik, és aztán majd jöhetnek a nagy megbeszélések. Hoppá, Bábis leereszked, nem mindig jó a lakcipő, még a bírónak sem a játék határok nélkülben. Na vajon mi lesz a döntés, erről tanakodnak a mieink. Bábist fölsegítik a görögök előzékenyen. Na, Matteo kérdezi, ez nem Matteo, hanem Mauro kérdezi Dönitől, hogy mi a helyzet. Tehát az a helyzet ugye, hogy egyszerre nem indultak el a csónakok, tehát nem onnan számítják a játékot, amikor szétnyíltak az autók, hanem onnantól kezdve, hogy a vízben van egy egyenes vonal, és onnan számítják az időt. De az olasz és a magyar csapat újra kell, hogy versenyezzen, méghozzá azért, mert az olaszok akadályoztak minket, és az olaszoknak viszont eltört ezen kívül a lapátjuk is, tehát azt gondolják, hogy az olasz és a magyar csapat újra versenyezhet. Nem tudom, hogy ez nekünk jó-e. Itt jól látszik, hogy a rajtnál nem indultak el a többiek, egyedül a mi csónakunk, mi autónk működött jól, de ez nem a versenyzőkön múlik, és ezért joggal óvtak. A svájciak is, az olaszok is, és a franciák is. Az már egy más kérdés, hogy a többiek beborultak. Aztán itt akadályoztak minket az olaszok, tehát nem tudott elindulni a magyar egység, és aztán az olaszoknak ráadásul eltört a kormánylapátja. A svájciak és a franciák idejét pedig a víztől számították e tekintetben, tehát a franciák ideje és a svájciak ideje. Itt ugye nekünk is mutattak egy eredményt, de a mi csapatunk már készülődik, hogy újra fusson, méghozzá az olaszokkal együtt, igaz, most más csónakokban, talán ezek a csónakok működnek majd. Tehát egyelőre a franciák és a svájciak ideje érvényben van, a mieink és az olaszok pedig újra pedálozhatnak. Na most mi van ebben a csónak? Nem nagyon akar menni.
Pedig dargáznak Gábor és Tíme rendesen, az olasz, aki jobban megy. Enzer Gusztáv, a csapatkapitány. Korábban ő is játszott, és bizonyára sokaknak ismerős a neve, hiszen kiváló atléta volt, többszörös válogatott. Na, csak elindult a csónakunk, csak elindult, csak kicsit nehezen. Az olaszok előttünk vannak, és aztán még érdekes lesz az idő a franciákhoz és a svájciakhoz képest. Jobb volt az előző csónakunk, lehet, hogy annak is lett valami defektje a végére. Az, mintha jobban ment volna. Ez a piros csónak, amiben a svájciak utaztak korábban, már kicsit viseltesnek tűnik. Az olaszok meg a franciákéval próbálkoznak, amelyik beborult, de annak legalább jó a kormánya. Hát, nem tudom, ami hínárba kaphatott a vízibiciklis csónakunk. Az olaszok megérkeztek, és a mieink még nem, csak most fognak. Ez se könnyű, hogy egyszer már végigcsinálták ezt a játékot, és most újra kell, de sajnos ilyen előfordul a játékban, nehéz mindig igazságot tenni. Valószínűleg most ez volt a legigazságosabb megoldás. Ebben a pillanatban megérkeztünk, hát lehet, hogy jobban jártunk volna, ha megtarthatjuk az időnket, bár ott is csak harmadikok voltunk. Hú, Tíme, látom, hogy mindent megtett az ügy érdekében, nem kímélte magát. Gábor segít neki. Na, lássuk, mi sült ki ebből a játékból végül is, mert most nem tudjuk összehasonlítani magunkat a franciákkal, illetőleg a svájciakkal. Csak azt tudjuk, az olaszok jobb helyen végeztek, mint mi. Kicsit lassan indult ez a fránya csónak. Hát, negyedikek lettünk végül. 1 perc, 9 másodperc, és a franciák, akik beborultak, tulajdonképpen nem vették figyelembe a borulást, mert ugye csónak és autóhiba, viszont jól pedáloztak, és végül ők nyerték meg ezt a kicsit furcsára sikeredett játékot. Összesítésben a szlovénok továbbra is az élen, bár most nem játszottak, nekünk 15 pontunk van, ezzel a második helyen tanyázunk. Jöhet a fonaljáték a szlovénekkel és a görögökkel, de a fonaljáték előtt utazzunk el Oresztiádába, illetőleg Bohinyra. Oresztiáda. Híd a szomszédos Törökország és Bulgária felé. Kapu Európába, egy város, amelyet menekültek alapítottak. Az Evrosz és az Ardasz folyók völgyeiben bontakozik ki előttünk környezetének ritka szépsége. Múltja, jelene számtalan érdekességet, színt és hangulatot rejt, mely felfedezésre érdemes. Egy hely, ahol történelem és legenda találkozik. A nagyszabású iparfejlesztés mellett is fontos szerephez jut a természetvédelme, valamint az itt élők sport szeretete. Az alpesi Szlovénia fenséges tájain, a Júliai Alpok keleti nyúlványainál, a Triglav előhegyeiben, a Triglav Nemzeti Park területén járunk. Itt található a romantikus szépségű Bohiny. A hómezők, a síterepek, a hegyi túrázók birodalma, híres tava révén a vízimádók paradicsoma. A hagyományos mezőgazdasági termelés mellett ma már az érintetlen természeté és a turizmusé a főszerep. Télen-nyáron egyaránt érdemes felkeresni Szlovénia e vendégszerető zugát, akár a pompás tájak és a sportolási lehetőségek, akár a nyugalom, a csend kedvéért. Mindenki felkészült a fil rúzsra, kérdezi Döni. Hát akkor kezdjük, szóval a szlovének és a görögök öt fő zenekarok kvintettek játszanak, illetve nem játszanak, hanem próbálnak megragadni, megmaradni a zenekari pulpituson. Igen ám, csak hogy a pulpitus folyamatosan emelkedik, egyre inkább a függőleges felé. Az nyer, akinek a végén a legtöbb zenekari tagja és a legtöbb hangszere maradt fönn, de hát ez nagyon-nagyon nehéz, majd mindjárt meg fogják látni. Egészen speciális testhelyzetet foglalnak el a zenekar tagjai, még a zongorát is van, aki feje lefelé állította bízva abban, hogy esetleg akkor jobban fönnmarad. Hát majd mindjárt meglátjuk. Egyre nehezebb ott kapaszkodni, és mint látható, esőben játszhattak előtte, mert csuron víz minden a környéken.
Na egyelőre, appá, most megindult a nagybőgő, a zongora, a szaxofon és néhány zenész. Aztán hárman, na most a görögöknél is, természetesen nem tudom, hogy ki mikor. Az egyik zenekar komplett bent van, a görögöké még részben fönt maradt, és amilyen szerencsék van, valahogy úgy oldották meg, hogy a zongorájuk fönn maradt. Az egy pontot ér. Minden egyes hangszer és minden egyes zenész egy pontot ér, aki fönt tud maradni, és a szlovének nulla pontot fognak kapni a görögöknél, viszont ha jól láttam, fönn maradt a zongora, igen, ez egy pontot ér. Rövidesen majd mi is játszunk ebben a fonaljátékban, aztán jönnek a többiek is, és ugye az este végére tudjuk majd meg, hogy ebben a játékban ki hány pontot gyűjtött. Minden esetre a szlovén és a görög csapat nem tűnik legyőzhetetlennek, hiszen nulla illetőleg egy pontjuk van, szóval meg lehet majd őket előzni ebben a játékban. A hivatalos eredmény az, hogy a görögök 56 másodperc alatt gyűjtöttek egyetlen pontot, a szlovéneknek pedig nincs pontjuk ebben a játékban. Most még láthatóan nagy a barátság a cápák és a titkos ügynökök között, ha nem is látszik, a fiúk hamarosan cápává válnak, a lányok pedig az égből ereszkednek alá, és egy-egy bombával megpróbálnak eltalálni cápákat, akkor egy kis időt nyernek, azonban a következő cápa is érkezik, és a következő bombáig természetesen lehetősége van elkapni a lányt, de hogy mindez ebben a játékban hogy működik, nézzük! A görögök és a szlovének ebben a játékban sem játszanak, ugye, a fonaljáték miatt. A lányokat föllogatják, alant a cápák, itt pedig ezek a bóják, hatalmas bóják, amiben be kell dobni a labdákat, és csak akkor, hogyha betalál egy labdába a bójába, akkor ismét elkezdik fölhúzni a lány játékosokat. Különben elkapja őket a cápa. A mi lányunk Makai Mónika, biológia testnevelés szakos egyetemista, hét próbázó, és be kéne lassan találni, mert jön a cápa, a svájcinak sikerült, hogy visszahúzza a kötél, a többieknek nem sikerült, és mind a három leányzott megette a cápa, az olaszt, a franciát és a magyart is, Mónikát is. A mi cápánk egyébként a Lencsér Mátyás magyar-spanyol gimnáziumba jár, úszott, kézilabdázik, atletizál, és életében először cápa. Itt van szegény Mónika, akit megevett, ha jól láttam, a francia cápa. A svájci még egy labdát betalált, tehát innentől kezdve biztos, hogy megnyerte a játékot, bármit csinál, hiszen ő az egyetlen, aki játékban maradt, és nincs jelentősége az időkülönbségnek, hogy ebben a játékban nem lehetett ráadásul jokerezni sem. Hát azért, hogy nem volt könnyű, mutatja, hogy 4-ből 3 leányzónak nem sikerült betalálni a labdát, és a cápák már régen jól laktak, és Svájci próbálkozik még, de hát ez már csak az élvezet, most már csak a közönségnek játszik, de aztán előbb-utóbb őt is bekapta a cápa, méghozzá különös élvezettel. Hát a cápák jártak jól ebben a játékban, de meg a svájci leányzó, aki azért boldogan esett áldozatul az ő cápájának, és örülhetnek a svájciak. Hogy most hogy fognak különbséget tenni a másik három csapat között, azt nem tudom, mert elvileg ugye egyszerre engedi le őket a kötél. Azt számít, hogy a cápa mikor kapta el a leányzók lábait. Itt a svájci lány, aki nagyon ügyes volt, amilyen persze tanakodnak hocsmint, meg a bírók is tanakodnak hocsmint. Itt egyszerre a cápák bekaptak mindenkit, mint egy nagy gyors étkezde, és aztán a svájci leányzó a végén jóval később. Ezt láttuk, és most már csak az eredményt kéne tudni, a svájci nyert, ez biztos. 19, 18, 17 másodperc, egy-egy másodperc különbséget tettek, tehát már 17 másodperc alatt elkapta a mi cápánk Mónikát, azért lett ő a negyedik, mert legkevesebb ideig maradt szájon kívül, cápa állkapcson kívül. Hát egy másodperceken múlt a dolog. A második helyen állunk, egy pont már csak a szlovének előnye, de ugye ők nem játszottak, már kimaradtak, mi meg még majd ki fogunk maradni egy másik játékból, tehát ez az előny visszaszáll majd a szlovénekre. Egyelőre azért az összetetben másodikok vagyunk, és ez baj nem lehet, jöhet már is a következő játék, amelyben ismét 6 csapat szerepel, és akár lehet majd jokerezni is, vajon melyik csapat fogja kihasználni a jokerét, ugye miénk már jokereztek, és most jöhet a konkurencia. A kincseket nagyon gyakran lézerfényekkel védik. Ezúttal is a játékosoknak egy lézer folyosón kell átkelniük, amely itt látható mögöttem. Két játékos játszik csapatonként, és az a feladat, hogy minél többször át kell kelni a folyosón. Egy fiú és egy lány játékos szerepel a csapatban. Mindenki kész, kérdezi Döni.
Illetve azt kérdezi, hogy van-e Jolly? Van Jolly, persze, hogy van Jolly. A svájciak Jolly-znak Matte ugrik a nyakába, és beszéli meg vele ezt a kérdést. Tehát a svájciak jokereznek, akik hát egyelőre nem állnak túl jól az összesítésben, úgyhogy rájuk férne némi pont. Svájci Jolly tehát. A mieinknél Novák Mihály indul majd elsőnek, ő atletizált mellette, focizott, és kerékpározott is. Nagyon fontos, hogy ki tud elsőnek bebújni, mert itt még lehet helyezkedni bévül, ezen a kötélhengeren bévül már elég nehéz. Úgy látom, hogy Mihály a harmadik, negyedik helyen bújtva, az olasz nagyon ügyesen, gyorsan befészkelte magát. Utána jön a mezőny, a görög. A francia mellett Mihály talán el tud húzni, és a második, harmadik helyen lehet majd fordulni. Az olasz nagyon elment. Na gyerünk Misi. Be lehet oda bújni. Ott középen azért nagyjából lehet utat találni. Mihály a második helyre került, a francia beakadt, pedig jól kezdett. Az olasz fiú átért, és most átadja a váltót a leányzónak. Nem kéne örülni, hanem át kéne adni a váltót a leányzónak, aki megy már az olasz. És másodiknak fogunk mi váltani. Mögöttünk a görögök, a szlovének, a svájciak, és lemaradva a francia. Jó! Na, nem örülni, váltani jöhet. Zsuzsanna, Kücsön Zsuzsanna atlétizált. Ő is szertornázott, kézilabdázott, de 3 éve a röplabda sportága. Talán most a szertorna tudományra lesz a leginkább szükség. És talán a lányok ügyesebben, gyorsabban tudnak majd itt haladni. Igen, elég jól utolérte az olasz leányzót, csak azt nem tudom, hogy hely lesz-e mellette, ahol meg lehet előzni. Lesz talán, gyerünk Zsuzsan, ezt ügyesen csinálja, de nagyon jól előre jött a görög leányzó, mint hogyha mindig ezzel foglalkozna. Zsuzsanna meg elakadt, behálózta ez a pókháló szörnyeteg, ez a pókháló cső, az olasz és a görög nagyon elől, ejj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 , a szlovén is elment, azt hiszem Zsuzsanna beakadhatott valahova. Talán majd megtudjuk a végén, hogy mi volt a helyzet, a görög átvette a vezetést, Zsuzsanna most a negyedik. Mögöttünk a svájciak és a franciák. A görög fog nyerni, úgy néz ki, mindjárt lejár a játékidő. A görögöknek sikerül másodszor is végigmenni, talán még egy jó hajrával Zsuzsa át lehet bújni az ellenfelek mellett. Ez a mezőny vége, a svájc és a francia, elől a szlovén és az olasz szinte egyszerre, de a szlovének picit hamarabb ért le. Tehát a szlovén a második, az olasz a harmadik, és mi negyedikek lehetünk, bár nagyon jön a svájci, de most már itt a vége a csőnek. Nem ezt kéne, ezt kell nézni, jól van, megvan a negyedik hely. Hát valami baki történt ott a cső közepén, mert Zsuzsa nagyon jól indult, és aztán valami történt, hogy mi talán majd mindjárt megtudjuk. Szegény, még plusz büntetésképpen el is esik. Jön a francia, ők az utolsók, a svájciak pedig már megérkeztek. Hát ez is egy nagyon nagy lutri játék volt, csodálom, hogy a svájciak mertek jokerezni, nem is jött be nekik. Az az igazság, hiszen ha jól néztem, akkor ötödikek lettek, azaz 2 pontot dupláztak meg, és az még 4 pontnak sem túlságosan sok. Szerencsére mi nem jolliztunk, majd egy jobb alkalommal. Mihály és Zsuzsa ügyesen játszott, azt hiszem Zsuzsa nem volt szerencsés ezzel a kötél alagúttal. Egy pillanatig úgy tűnt, hogy mindenkit leelőzöl. Mi múlott a dolog, miért maradtál le? Volt egy olyan kötél, ami nem tartott meg, és a lábam lecsúszott, és így nem tudtam előrébb haladni. De egyébként én is szerettem volna megelőzni az elsőt. Nagyon fárasztónak tűnt ez, igaz? Igen, elég fárasztó, de főleg az elején a tülekedés, amíg a pozíciókat ki nem harcoljuk ott. Utána már nem olyan nehéz, csak arra kell figyelni, hogy melyik kötélre lépked az ember. Ügyesek voltatok, hajrá! Lássuk a pontokat, hú, nagyon nagy tanácskozás folyik, már a következő játék résztvevői között is. Itt a svájciak az 5. helyen, és némileg keseregve az elrontott Joker miatt. Épp egy óriási mezőmunkában volt a csapat, a rajt után nem sokkal. A görögök nyertek tehát, 1 perc 58 másodperc, aztán a szlovének, az olaszok, mi, a svájciak és a franciák. Mi 3 pontot kapunk, és hát szegény svájciak 4 pontot a Jokerrel. Ezzel elég sokat veszítettek. Bohiny az éle 22 ponttal, továbbra is a második helyen állunk 19 ponttal. Mögöttünk jönnek az olaszok Joker nélkül. Jó lesz rájuk odafigyelni majd.
És akkor követhetsz az újabb játék, amiben természetesen egy olyan elem jön, ami nem hagyható ki, egy igazán romantikus regényből lányszöktetés következik majd. Egy igazi ügynök, nagyon lovagias, reméljük ez be is válik nálunk. Három hölgyet kell átmenteni a tó egyik oldaláról a másikra. Nem olyan egyszerű a feladat, kötélen lógnak közben a fiúk. Ebből a játékból az olaszok és a svájciak is még csak kimaradnak. A mi csapatunkban Nagy Ferenc, Salinger Gábor és Serk Attila fogják menteni a lányokat, Lefrej Mártát, Juhász Beátát és Serk Timát. Mártát még nem mutattam, mert ő boltvezető, egy könyvesbolt van, rendszeresen úszik, kerékpározik és szeret túrázni. Nos, hát nem könnyű átvinni a lányokat, természetesen úgy van kitalálva a játék, ráadásul ezek az úszó szigetek is mozognak, már az öltöző játékból ismerhetjük őket, és hát a lányok persze nincsenek odakötve, úgyhogy potyogás veszély van, medencébe való potyogás veszély. A görögök, a szlovének és a franciák játsszák mellettünk ezt a játékot, hát igazán érdekes változat volt, az én görög kislány, nem nagyon kimélték a fiúk, úgy látszik elfelejtették tisztázni, hogy az a feladat, hogy épségben vigyék át a lányokat, és nem kell feltétlenül kitépni a bal, illetve a jobb kart. Na lássuk, sikerül-e nekünk átjutni valamelyik leányzóval. A franciák megakadtak egy pillanatra, és a szlovének is egyfajta padhelyzetben vannak. Salinger Gábor adja át. Hát meg nem mondom, hogy melyik lányt. Jobb, nem rossz, nem rossz. Jól van, jól van. Na, a görögöknél indulott a következő etap. Ritkán szoktak ilyen feladatot ellátni a fiúk, azért az biztos egészen romantikus körülmények között zajlik a játék. Egy lányunk már van. Ezen a parton. Kicsit odaütötték ezt a szlovén kislány. Nagy lent. Ajja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 jj
sikerült megkapaszkodni. Nagyon nagy szerepe van az improvizációnak és a helyzet felismerésnek. A kalapok hullanak, de nem baj. Na, egy ügyes fölmászás, jól van. Két lányunk van, egyelőre csak másfél, jó, most már kettő. Hó, a görögök kész vannak? Minek örülnek olyan nagyon? Hol a harmadik lány? Átértek mind a hárman, a görög, ezt nagyon jól csinálták. Viszont nálunk az egyik lányzó bent van a vízben. Ki kell előbb úszni. A franciák is megvannak? Nem, ők még nincsenek meg. Nem, még a görögök sincsenek meg. Ők is csak a rész sikernek örültek. A francia csapat, aztán a szlovének szoknya szakad, nem baj. Már semmilyen szempontból sem baj. Na, próbálhatjuk a harmadik lány. Na most tényleg kész vannak a görögök. Hopp, a szlovének beestek, de azt hiszem, hogy akkor estek be, amikor már kész voltak, csak úgy, mint a görögök. A franciákkal versenyünk még a harmadik helyért. Na, még egyszer. Lábkitól, csak minden vizes, láb is, kéz is. Nehéz megkapaszkodni. Na most. De hogy lesz ezután? A franciák is megcsinálták sajnos a kutyafáját. Ezzel a beeséssel a negyedikek lettünk ebben a játékban, azért még a becsület gólért küzdünk, vagy még küzd más is, ez az nagyon kis, nagyon szaporá jött ki a vízből. Na, nem, úgy látom, hogy a többiek már befejezték, már csak hobbiból lengenek a fiúk, amíg le nem szedik őket. És most kész leszünk mindjárt mi is. Igen, most megvagyunk, fölállnak a lányok. Hát megcsináltuk a feladatot mi is, de sajnos a többiek azért összességében gyorsabbak voltak, mint mi. Hát ritka érdekes feladat volt, nem mondanám azt, hogy életszerű, bár hogyha valaki esetleg találkozik az életben ilyen helyzettel, akkor nyugodtan írjon a Magyar Televízió összes címeire. De hát a franciák jól csinálták, de legjobban a görögök, hiszen ők nyerték ezt a játékot. A franciák csak vitatkoznak egy kicsit, és a szlovének is örülhetnek a második helyüknek. A legkülönfélébb technikákat lehetett ellesni ebben a játékban. Nem könnyű lánynak lenni, még szöktetés esetén sem, az az igazság. Ezt valljuk be férfiasan. De hát szöktetni eleve nem könnyű helyzet. Lássuk az eredményt. A görögök nyertek 2 perc 11-el, 2:14, 3 másodperccel maradtak csak el a szlovének, és miért befértünk a 3 percbe, de teljesítettük a feladatot ezzel együtt. De csak egy pontot kapunk sajnos. Az összesítésben
Pedig az a helyzet, hogy vezetnek a szlovének továbbra, és mi tartjuk a második helyet, és ez a fontos. A fonaljáték következik megint, de a fonaljáték előtt szokás szerint két utazás, először Svájcba, Locarnóba, majd Észak-Olaszországba, Bolzano, Sud-Tirol. Locarno a Maggiore-tó pompás klímájú üdülőhelye. A parti sétányon Jean Arp szobrait csodálhatjuk meg. Látnivalókból gazdag választékot tartogat az óváros. A szűk utcákon akármeddig barangolhatunk. Itt emelkedik a milánói hercegek középkori vára, a hatalmas Castello dei Visconti. Rangos kiállításoknak ad otthont a Casa Rusca Múzeum. Álljunk meg Madonna del Sasso búcsújáró templománál a hegyen. Nagyszerű kilátás nyílik a városra. A Piazza Grande filmfesztiváljairól híres. A nemzetközi eseményt idén 52. alkalommal rendezik meg. Emellett a színház és a kaszinó hivatott gondoskodni arról, hogy a nyári esték kellemesen teljenek. Város a Dolomitok köntösében, Bolzano. Körülötte hegyrengeteg, a merés csúcsok, a szédítő magasságok és a csillogó tavak világa. A város maga nemzetközi közlekedési utak csomópontja, ahol a közép-európai és a mediterrán kultúra, két nyelv, két külön civilizáció adott egymásnak találkozót. Ez a hangulat akárkit megigéz. Bolzano és környéke alaposabb felderítő utat érdemel. De ki ne szeretné bejárni ezt a várost? Ki ne szeretné beszívni a hegyi levegőt, túrára indulni és meghódítani a csúcsokat? Az olaszok és a svájciak nem szöktettek, viszont most meglátjuk, hogy milyen a zenekaraik kapaszkodó képessége, gyors berendezkedés, ami még ugye lehetséges, ami nem túl meredek a zenekari pulpitus, a színpad. De nyilván mindenki előre kitalált, hogy hogy akar majd elhelyezkedni. Ugye a szlovének és a görögök nem emelték túl magasra a lécet, mint emlékszünk, a szlovéneknél minden és mindenki bepotyogott, a görögöknél fönnmaradt egy zongora. Kicsit csalóka egyébként ez a két emelmény, mivel nem párhuzamos az oldala, ezért úgy tűnik, mintha nem egyszerre emelkednének, nem egyformán emelkednének, pedig a valóságban ez természetesen így van. Na, egyelőre mindenki és minden fönt van, bár csúszik egy zongora láb, csúszik egy zongora láb a svájciaknál, de még fönt van. Op! Egy egységben van, míg a nagybőgő és két zenész megvan a svájciaknál, most az olaszok is bepotyogtak részben. Beesett a teljes svájci zenekar, az olasz zongora, ketten meg a nagybőgő még fönt vannak az olaszoknál. Természetesen az idő különbség is számít majd a csapatok között, és a nagybőgőjük fönt marad az olaszoknak. Csak kérdés, hogy hamarabb, vagy mi lesz az időkülönbség a görögök zongorája és az olaszok nagy bőgője között, kérem szépen, az élet nagy kérdéseiről van szó. Tehát görög zongora vagy olasz nagy bőgő, mindjárt meglátjuk majd az eredmény hirdetésben. Ki mikor esett be, hát ezt a bírák mérték pontosan az is stopper óráikkal. De az biztos, hogy túl sok pontot ez a két csapat sem gyűjtött. Tehát verhető. Mi majd a fonaljáték harmadik fordulójában jövünk. Majdnem elsodorták a szomszédos egységet is az olaszok. Na lássuk csak! Az olaszok jobbak voltak, tovább fönn tudtak maradni perc 5 másodpercig, mint a görögök. Az ő nagy többet ért a görög zongoránál. Ügyesen játszottak ők is kétségtelenül. De reméljük, hogy mi még jobbak leszünk majd. Ez volt át a fonaljáték. A következő játékból is kimaradt. Majd az olaszok és a svájciak, továbbra is négy csapat szerepel, és megint jönnek az ügynökök. A filmekből tudjuk, hogy a titkos ügynökök bármilyen eszközt fel tudnak használni arra, hogy elérjék céljukat. A most következő feladat ennek ékes bizonyítéka, igen meglepő történet következik. Most nagyon figyeljenek azok, akik nagykorukban majd James Bond szeretnének lenni, mint hogy Lencsér Mátyás kipróbálhatja ez, ő a mi ügynökünk. Természetesen lódenkapátban, kemény kalapban,
és aktatáskával. Az első feladat az autókra kell tüzelni, a bőröndben van természetesen egy lövőeszköz, egészen speciális, sehol nem használják még a világon, és minden kilukasztott lufi 5 másodperci jóváírást ér. Amikor elfogyott a muníció, ez nagyjából most megtörtént, akkor jön az újabb. Nem, mikor fogják kitalálni, hogy mit építenek most a fiúk, eltart egy darabig, higgyék el. Van egy vascső, egy furcsa T-alakú vascső. Ez vajon mi lehet, hölgyeim és uraim? Ezt csak az egészen magasan képzett ügynökök tudhatják a világon. Óriási szerelésben vannak az ügynökök, mint említettem korábban, ugye a svájciak és az olaszok ebben a játékban sem játszanak, de hát ők nem is tartoznak az ügynök világ élvonalába. Kerekei vannak a bőrönnek, hoppá, ebből kérem szépen jármű lesz, méghozzá rollerszerű jármű, a bőrök már menne is, bár kicsit defektes, az egyik kereke hiányzik a rollerének. Ügynökökre is igaz, hogy lassan járj, tovább érsz, fontos ügynökszabály, és most elindul Mátyás az első helyen, mögötte a görög ügynök, aztán jön a francia ügynök, és aztán a szlovén ügynök. Isten ilyen rollereznek, ha ez James Bond megvalósíthatta volna valaha is életében, de neki nem adatott meg. Jön az újabb feladat, hiszen egy óriási medence állja az ügynökök útját. Most vajon mi lesz, hiszen rollerrel nem lehet átkelni a vízen, azt meg nem akarják megvárni, hogy befagyjon. Oppá, egy jó ügynöknél mindig van gumimatrac, kérem szépen, de vajon miért nincs náluk pumpa? Na mindegy, ha már nincs pumpa, akkor föl lehet fújni tüdővel, mert tüdő mindenféleképpen van egy ügynöknél. Legalább 3 tüdővel rendelkezik egy jó ügynök, ezt jegyezzék meg, írják föl, azok szeretnének ügynökök lenni. Tessék, most lehet fújni. Óriási fújóverseny kezdődött, óvatosnak kell egyébként lenni, mert ha valaki nem fújja fel rendesen a gumimatracát, az elsüllyedhet esetleg. Minden esetre ez a sárga lódenkabát szinte teljesen belemossa a háttérbe a mi ügynökünket, Lencsér Mátyást, aki korábban az este során volt már cápa is, de egy ügynök minden tud lenni, cápától kezdve. Talán elősegíti majd az úszótudást. Jól fúj a görög. És el is indul a görög és a francia, csak el ne süllyedjenek majd, úgy látom, hogy a francia majdnem mellé ugrott a saját gumicsónakának, mindesetre óriási küzdelmet folytat, mint hogy egy krokodil támadt volna rá. A görög viszont nagyon megy, jól pillangózik a görög ügynök, már egy kicsi furcsa mozgása, hogy fönntartja a gumimatrat. A mi ügynökünk pedig Mátyás teljesen keményre akarja fújni a gumimatrat, hogy minél gyorsabban tudjon haladni. Hát nem elfogadják ezt a gumimatracot a görög fiúk, nem tudom, mindesetre a görög csapat rettenetesen lelkes. A görög ügynök megérkezett a medence túlsó partjára, és ezzel teljesítette a küldetését, majd aztán elbírálják a bírát. Hát igen, kissé szakadozottnak tűnik ez a gumimatrac, nem sok levegő van benne, bár egy gumimatracnál ugye előírás, hogy legyen benne levegővel a határ is köthette volna. Na megjött Mátyás, látják, sokáig fújt, aztán egy pillanat alatt átért. Osztász már is lelkes hangú riportot készít az ügynökükkel, és jön a szlovén, illetőleg a francia. 2 ázott ügynök, és a szlovén is keményre fújt, hogy gyorsan átért ő is, Mátyás kivesz a gumimatracát, hiszen ő egy kötelességtudó ügynök, aki a gumimatracot nem hagyja pácban. Nem esik az eső, szerencsére, de akár eshetne is. Mátyás elégedetlennek tűnik, pedig szerintem nem kéne elégedetlennek lennie. Bezzeg a szlovén táncó, pedig sokkal később érkezett meg. Na, jó van, azért a csapat lelkes a kispadon, és ez mindenféleképpen fontos. Mátyás jó ügynök, lássuk be egymás között, hölgyeim és uraim, lehet szerződtetni. A francia meg gratulál is neki, sportszerű ügynökökről van szó természetesen. Majd azért a lufikat értékelni kell, hogy kinek mennyi sikerül. Ez egy hatalmas egy csata volt. Amikor gumivatrac rátámadt a francia ügynökre, az drámai pillanata volt ennek az estének. Mátyás is pompásan, szépen, egyenes ívben, és nagyon jól csinál. Na! És meg is nyerte a játékot, kérem szépen, mert a görög ügynököt valamiért visszaszólították. Én azt hiszem, hogy ezt az úszodai teljesítményet már nem értékelték. Mátyás megnyerte ezt a játékot. A görög ügynök szabálytalankodott. Én azt hiszem, hogy a gumimatraccal lehetett gond, és lehet, hogy a pályát is elhagyta a rollerezésnél. A második helyünket megerősítettük 24 ponttal, a franciák, a harmadikok 18 ponttal. Eddig sem szűkölködött izgalmakban a mai játék, de azt hiszem a reklám után ez még fokozódik, várjuk Önöket akkor is. Folytatódjék a játék határok nélkül idei második fordulója, és folytatódjék az izgalmas kémhistória. Ezen az estén Budapest 18. kerülete képviseli a magyar színeket, és jelenleg nagyon jól állunk, a második helyet foglaljuk el.
A börtönökben a rabok általában mindent elkövetnek, hogy kijuthassanak. Nekünk is van 3 szerencsétlen rabunk, akik reméljük előbb jutnak át ezen a szűk folyosón, mint a többiek. Hiszen sok jó kém kis helyen is elfér, Makai Mónika, Novák Mihály, Serk Attila és Nagy Ferenc a mi játékosaink, és lehet jokerezni, hiszen ebben a játékban mind a 6 csapat részt vesz, és 3 joker is van, ami hát érdekes lesz, hiszen nem mindegyik tud nyerni, van amelyik jokere nem igazán sikerül majd. A görögök, a franciák és az olaszok is ebben a játékban akarnak jokerezni, hát majd meglátjuk. És persze ott vannak még a mieink is. Először ez a nagy gombóc ember bemegy oda, becsukja az ajtót, és most indulhatnak a többiek, át kell bújni alatta. Hú, de gyorsan csináltuk, na most még fölállnak, és most kijöhet a negyedik ember, és föl kell állni gyorsan, és mi nyertük meg ezt a játékot, az olaszok is jól csinálták, csak az utolsó emberük nagyon későn ért fel, hát ez egy villámgyors játék, és mi voltunk a leggyorsabbak. Nagyon értékes 6 pontot szerzünk, és ez azért is jó, mert ugye 3 csapat jokerezett, és mind a 3-at magunk mögé utasítottuk, és ez nagyon fontos. Hogyan gyakoroltatok erre? Itt a bankokban ilyen a belépési lehetőség talán ott. Szorosan tapadunk egymáshoz, így gyakoroltuk. Bizony fontos faktor a szoros tapadás ebben a játékban is, és a miénk most nagyon-nagyon jól tapadtak. A franciák meg jól dugultak, de mivel nem a dugulásért járt a pont, szegény Ricardo megpróbálja zárva tartani az ajtót az olasz bíró. Ez egy kulcsmozzanat volt. Ez hihetetlen jó volt, mert a többiek úgy mentek át alul, mintha nem is lett volna fölül senki. 23 másodperc rekordidő. 1 másodperc az olaszok és a szlovének között. És a végén szegény franciák és görögök jokerrel együtt, kérem szépen. Az olaszok jokere még jól sikerült, mert 5x2-10 az jó pont, de hát a franciák és a görögök jokere inkább Betlinek mondható. A szlovének maradtak az élen, 2 ponttal állunk mögöttük, de mi még azért ki fogunk egyszer maradni, ne felejtjük el. Második helyen tehát 18. keret, és mögöttünk az olaszok azért följöttek, 26 pontjuk van, tehát 4 pont az előnyünk velük szemben. Na folytatódjék a játék, egy újabb, izgalmas feladat. Hogy hogyan kerültek le az ágyak a tengerpartra, ez örök titok marad, az azonban hamarosan kiderül, hogy melyik csapat nyeri ezt a játékot. Egy azonban biztos, hogy mi kimaradunk a franciákkal együtt. A kém és ügynök filmek nagy rajongói pontosan tudják, hogy kimaradhatatlan kellik legalább egy jelenetben az ágy, hogy fontos dolgok dőlhetnek el. Nos, lássuk a feladatot. Hát először is meg kell közelíteni az ágyat, nem szabad túlmenni rajta, mert ott a tenger, és aztán amikor mindenki bent van az ágyban, egy fiú, egy lány csapatonként, akkor az ágyat föl kell húzni, mert azt is tudjuk, hogy minden kém és ügynökfilmben van ágy, de minden ágy speciális, vagy becsukódik, vagy bezáródik, vagy történik benne valami nagyon fontos, nos ezek is speciális ágyak, az olaszok is siklik fölfelé a legjobban talán. Igen, egyelőre ők állnak az első helyen, a svájciak, a másodikok, a szlovének és a görögök küzdködnek a 3. helyért. Nem mindegy, nem lehet egy ügynök nyápicalak, és az olaszok nagyon mennek. Ők fogják nyerni ezt az ágyas játékot. Itt a kiszálló, ugye a vonalig kellett fölhúzni, és utána föl kell állni oda a dobogóra. Így az olaszok meg is nyerték, egymásai lehetnek, ha akarnak feltéve. Nézzük, hogy ki lesz a második. A szlovéneknek nagyon lassan megy, a svájciak állnak a második helyen. Na talán a szlovének le tudják őket finiselni, a görögök megszorultak, teljesen megszorultak. Még talán egy kicsit visszafelé is mennek, és a svájciak nem tudják beküzdeni magukat a célba, elfogyott az ügynök ereje. Az olaszok közben egy lányregénybe kezdtek. Na, kiszállhatnak-e már a svájciak? Talán még a szlovének az utolsó pillanatban le tudják őket hagyni, mert a svájciaknak az utolsó néhány centiméter hiányzik. Igen, a szlovének kiszállhatnak, és a svájciak is, na kiáll föl előbb, a szlovének fognak az ágyból kászálódással, és végül a szlovének lettek a másodikok, lehagyták az utolsó pillanatban a svájciakat, és innentől kezdve az is biztos, hogy a görögök végeznek majd a 4. helyen, az ágyjátékban be sem fejezik, inkább visszacsúszdáznak. Elbukott az ügynök.
csúnyán elbukott az ügynök. Bezzeg a többiek, hát főleg az olaszok mulathatnak joggal. Az olaszok nagyon gyorsan csinálták, a görögök pedig a gyalogos módszert választják. Én nem tudom, hogy a bíróknak azt hiszem csak egyeztetési problémáik vannak, sok mindennel nem lehet itt vitatkozni. Hiszen a bírák adtak jelet arra, hogy ki mikor szállhat ki az ágyból, tehát ez nem vitatható igazán. És hát a dobogóra felállás is elég egyértelmű. Itt érkeztek az olaszok, utcahosszal nyerték az ágyfutamot. 56 másodperc kellett nekik, és utána 1:47 a szlovéneknek, 3 másodperccel előzték meg a svájciakat, a végül a szlovének, a görögök pedig ugyebár nem tudták befejezni ezt a játékot, és csak 1 pontot kapnak. Az olaszok helyzete nagyon érdekes az összesítésben, ott vagyunk a második helyen, de holtversenyben fölzárkózott az olasz csapat Bolzano Szűtiról, Pohény pedig 5 pont előnnyel továbbra is az élen áll. Na jön a fonaljáték, amelyben mi is érdekeltek leszünk, és utána kiderül, hogy a fonaljátékért ki hány pontot kap, de előtte pihenésképpen 2 utazás, először Ruhamba, majd Pest-Szent-Lőrinc Pest-Szent Imrére. A nagy óratornya. A pompás székesegyház, melynek középtornya 151 méter magas. Ruán a torony és óracsodák városa. Pazar műemlékei a középkort idézik, ugyanakkor nagyon is fiatal. Különböző egyetemein 40 ezer hallgató tanul. Művészeti élete ma is jelentős. A város és a víz kapcsolata több szempontból érdekes. Az egyik a gazdaság, a nagyforgalmú kikötő évente 4000 hajót fogad. A nemrégiben felújított rakpart idén egy ünnepi eseménynek is színhelye. Itt tartják a világ minden tájáról érkező hajókat felvonultató évszázad armadája fesztivált. Rohan ezen a nyáron is várja vendégeit a Szajna partján, Normandiában, Párizs és a La Manche között. Budapest 18. kerülete 1950-ben vált a főváros részévé. Két korábban önálló település, Pest-Szent-Lőrinc és Pest-Szent Imre egy közigazgatási egységi alakításával. A mintegy 100 000 lakos számláló városrész, mely napjainkig őrzi kertvárosi jellegét, méltán lehet büszke kulturális életére. Az évente megrendezett képzőművészeti alkotótábor, a zeneiskola külföldön is sikereket elérő növendékei, az angol-magyar tanítási nyelvű gimnázium diákjai, akik a nemzetközi érettségi vizsgán évek óta kimagasló eredményeket érnek el, mind-mind a városrész hírnevét öregbítik, határon innen és túl. A kerület naponta sok száz vendéget fogad, hiszen itt található az ország és a főváros nemzetközi polgári repülőtere, Ferihegy is. Lássuk a fonaljáték befejező epizódját a magyar kvintettel a főszerepben, mellettünk a franciák, Lehreich Márta, Kücsön Zsuzsanna, Lencsér Mátyás, Salinger Gábor és Novák Mihály a mi zenekarunk. Fönn a zongora lenne a bőgő, el kell fordítani a zongorát, persze, úgy az ideális, a franciák is még kucorognak, még helyezkednek. És most aztán lássuk, hogy ki meddig bírja a kapaszkodást. Van ott egyébként egy gitár és egy szaxofon is, hát azok általában elég hamar bepotyognak a vízbe. Zongora lábba kapaszkodik a csapat, meg a szaxofonba, bár a szaxofon az hát inkább csak az illúzió kedvéért. Megmoccant a zongoránk, de aztán ott maradt a helyén. A franciák is tartják magukat, tartják. Ajjajjajjajj! Három emberünk, meg a zongora, meg még egy leányzó, de fönt van még Gábor, az, ha jól látom, Salinger Gábor, a bőgő, meg a gitár. Ő viszont Gábor nagyon jól megtartotta magát, meg a bőgőt, beesett a franciák zongorájuk, ravaszul rátették a bőgőre a szaxofont, ezzel két tárgy maradt fönt, na vajon mi esik be hamarabb? Azt hiszem, hogy vagy a francia, vagy a magyar csapat nyeri ezt a játékot. Gábor még mindig fönt van. Egyik csapatnak sem sikerült másfél percig kihúzni, úgyhogy egy játékos fönnmaradjon, és Salinger Gábornak igen, és fönnmaradt a bőgőnk, és fönnmaradt a gitárunk is, az 3 pont. Megnyertük a fonaljátékot, kérem szépen. Hát ez óriási bravúr volt. Salinger Gábor úgy tapadt oda, mint a pókafalra, a falra, bőgőstől, gitárostól. Csak egy pillanatra, mutasd gyorsan, Gabi, a kezeid. Mi tapadókorong van rajta, vagy hogy csináltad?
Nem tudom. Jelentett, hogy szurkoltunk. Nem, igen, mondták, hogy tartsa ki, én már csak kitartottam. Na, örüljetek tovább. Lassítva a franciák potyogása. És aztán Gábor itt már az idő után, amikor Döni lefújta a játékot, hát megnyertük ezt a fonaljátékot, nagyon jól sikerült, 3 pontot kapunk egyedüli csapatként, és aztán jönnek a többiek, volt versenyben az időkülönbség dönt. 6 pontot kapunk a fonaljátékért, és mivel a szlovének utolsók lettek, és csak 1 pontot kapnak, följöttünk holt versenyben ugyanaz első helyre, 36-36 ponttal, most amikor már mindenki jollizott és mindenki kimaradt, ott vagyunk az egyen holt versenyben. Ez nagyon-nagyon jó játék volt. Na de menjünk tovább, hiszen nincs még vége a mai estének. Például nem volt még igazi üldözés, igazi autós üldözés, pedig anélkül egy igazán izgalmas krimiben egy tapottat sem lehet menni. A két kőkorszaki szaki, Frédi és Béni biztosan örült volna, ha legalább görkorcsolya van a lábukon, a motor helyett, az automotorja helyett. Most azonban a következő feladatban, amelyből szintén kimaradunk, a játékosok jobban örülnének annak, ha motorja lenne az autónak. Egy biztos, hogy szélvédője sincs, de Döni azért biztos, ami biztos tisztára hát törli. Nála ne reklamáljon senki, indulat a futa! Ne az autók színét tessék figyelni, hanem a benne ülők ruhájának a színét, illetve megállt, hogy melyik csapat, melyik a svájciak jöttek át elsőnek, a legjobban az alagúton. Aztán jön az útlezárás, de hát egy ügynök az ő kocsijával ezt átugratja minden további nélkül. Most bekerülnek a belvárosba, ahol nagyon szűk kis utcácskák vannak, erről a svájciak, aztán a szlovének jönnek, majd az olaszok. A görögök lemaradtak némiképpen, csak nem kaptak defektet útközben, na jönnek azért tovább ők is, továbbra is a svájciak elő. Második kör. Svájciak, de a szlovének nagyon szorosan ott vannak, az alagútban azonban egyszerre csak egy autó fér be, és a svájciak nyerik ezt az őrületes üldözéses futamot. A szlovének a második helyen, az olaszok a harmadikok, és a görögök nem tudták előrébb küzdeni magukat, itt jönnek a görögök. Hát nem kapkodták el. Az autós üldözéses versenyt a görögök, ez nagyon gyors futam volt. Talán majd lassításban felfedezzük a finomságait is. A svájciak rögtön az elején előre tudtak törni, és ezt a vezetőhelyüket már nem adták föl. A szlovének a másodikok lettek, ugyebár így 3 pontot kapnak, tehát az összesítésben 3 ponttal fognak majd minket megelőzni, ami a mi számunkra fontos. És az olaszok mögöttünk voltak, ők még följöhetnek, ők csak 2 pontot kapnak majd. Itt kifarultak az olaszok. Nem, a görögök farultak. Igen, görögök csináltak egy piruettet, pedig az nem is volt előírás. És itt a svájciak a győzelem pillanatában. A svájciak nyertek 35 másodperccel, nagyon nagy sebesség. 1 másodperccel előzték meg a szlovéneket, 39, illetve 50 másodperc, remélem trafipaxsal nem mértek. Biztos, hogy átlépték a megengedett sebességet, de hát egy ügynök nem törődik ilyesmivel. A svájciak kapnak tehát 4 pontot, összesítésben ugye Bohény elén került 3 ponttal, az olaszok meg följöttek mögénk, illetve mellénk volt versenyben 36 ponttal. Nagyon-nagyon izgalmas a verseny, így a vége felé, amikor már csak 2 játék van hátra, 2 nagyon fontos játék, és ugyebár tudják, az utolsó játékban ráadásul dupla pontokért zajlik majd a küzdelem, de előbb jön a kaszinó. A jól elvégzett munka után jöhet a szórakozás. Már amennyire szórakozás lesz a következő játék, azt hiszem igen nehéz ez a feladat. Itt van a mi 2 rulettgolyónk, át kell jutni a rulettkeréken, ezzel a kis jellel és feltenni a kártyára. Nem tudom, ki lesz a legügyesebb. Ebben a játékban elvileg még lehetne jokerezni, és tulajdonképpen stílszerű lenne a kaszinóban jokerezni, ám senki nem tartogatta mostanáig a jokerét, talán azért, mert túl nagy a szerepe a szerencsének, indulhatnak a kis golyóbisok, nálunk Juhász Beáta és Serk Attila játszanak felváltva, be kell ugrani a rulettkerékbe, speciális rulettkerékbe, és ott középen kéne át toszakodni, talán ez a legjobb szó ide, és ez nem könnyű feladat, és közben vinni ugyebár a kártyalapokra a jeleket. Az a jel, amelyik leesett a földre, elveszett, azt nem lehet többet összeszedni, és hát nem könnyű golyónak lenni, mert ha valaki elesik, nem tud utána fölállni. Most például a mi golyóbisunk oda beszorult a piros 12-esre, vagy valahova, és elég nehezen kászálódott ki onnan. A kártyalap meg a túloldalon van. Na, jöhet Beáta, jól láttam, ő az. Már 2 golyó teljesen egyforma. Beáta hanyat beszorult.
Onnan nagyon nehéz kijönni, nagyon nehéz kijönni. Nem látom, hogy vannak sorstársak. Körbe utazik a szlovén golyóbis is. Az olaszt elkapta a fogaskerék, erre sodorja, arra sodorja. Középen hárman meg szimó birkóznak, aztán csak átjutott mindenki. Szegény Beáta meg nem tud kijutni onnan. A svájci golyó fejre esett. Jaj, hát emlénem, hogy bárki szeretne most golyóbis lenni. Igen, hát ez a nagyon gonosz dolog, hogy a belső meg másfelé forog. Nocsak a franciáknak már van összesen három jelük, ugye, sőt négy, ha jól láttam, de hát a végre bejutott középre, most ki is kéne jönni onnan, de nem is piros a 12, hanem fekete, elnézést kérek önöktől, csúnya tévedés volt. Na most megint sikerült beszorulnunk golyóilag, de a szlovéneknek is, meg a többieknek is, valahogy ki kéne onnan hengeredni, mondom én persze, hát ez az elmélet, de hát nem tudom, volt-e valaki gyakorlati golyó. Jaj, a francia földöntött a kártyalapját. Mindenféle szörnyűségek megtörténnek, az ember a golyóvá válik, és a borzasztóan nehéz fölállni persze. Kik ünnepelnek, a franciák? Hát persze, hogy kártyában ők a legjobb, főleg francia kártyában ők a legjobbak, a svájciaknak is van most már három körjük. Az olaszokét nehéz felfedezni, mert fehér alapra fehér jeleket tesznek, de végre van egy treffünk, egy sárga treffünk. Most lehet visszajönni persze a rulettasztalon keresztül. Ja, nem jóval, legalább visszafelé meg lehet kerülni. A svájci lendületből akarta megoldani, és nem is tévedett nagyon nagyot. Döni nézi aggódva az eseményeket, ilyet még ő sem látott soha életében. Jöhet Attila. Megvan az olaszok fehér pikje. Egy svájci kör. Ja, egy fejen átfordulás, nagyon szép volt. És még ki kéne onnan jönni, mint egy jó búvár. Igen, hát csak hol a kártyalap, kérdezi Attila, ott van. Jaj, kidöltöttük tokostul a kártyalapot, Döni lefújja a játékot. Hát félek, hogy ez nem a mi játékunk volt. Így a befejező dupla pontos játék előtt jó lett volna megerősödni ott az élmezőnyben. De hát ez borzasztó nehéz játék volt, aki jobban csinálta volna, azt szóljon először, de nem tudom, hogy ezt lehetett volna jobban csinálni. Egyszerűen egy ilyen golyó beszorolod a rulett asztalba, akkor az be van szorulva, kérem szépen. Onnan kijönni nagyon-nagyon nehéz. És hát nem volt szerencség ebben a játékban, ez kétségtelen. Itt van például Beáta, fejest ugrott a talajba a golyóstul, aztán még beszorult oda. Egy életre elment a kedve a rulettől. Lássuk az eredményt, hanyadikok vagyunk. Jó. Kettőnk van, mint a svájciaknak, de nekik hamarabb megszületett a második. A franciák stílszerűen megnyerték a játékot, és a szlovének, akikkel nagy versenyben vagyunk, ugye első helyen állnak pont előttünk. Hát most növelték az előnyüket. 44, visszacsúsztunk a harmadik helyre, két ponttal van előttünk Bolzano, és héttel a szlovéniai Bohiny. Az utolsó játék előtt, ahol ugye dupla pontokért folyik majd a küzdelem, és e tekintetben kell majd számolgatni az olaszokat. Be tudjuk hozni, hogyha egy helyen megelőzzük őket. A szlovénokat azonban négy helyen kéne megelőzni, hogy elénk tudjuk kerülni majd. Az összesítésben nem lesz könnyű feladat, de van rá lehetőség természetesen. Az utolsó a befejező játékban. Újból elérkeztünk a mindent eldöntő utolsó feladathoz, amelynek a pontjai most is duplán számítanak. Egy kicsit változtak a szabályok. Át kell evezni ide a rámpa aljához, innen pedig most ezúttal mindenkinek fel kell másznia a kötélen. Reméljük megnyerjük, és így még változhat a sorrend. Nem csak a kötélmászás változott meg, hanem a csónak típusok is. Most a két egymás mellé kötözött kis csónakból egy nagy csónak lett. És hát ez az a játék, amiben négy fiú, négy lány vesz részt, tehát óriási csapatok indulhatnak. De már a tengerre szállás sem kis feladat, persze nem itt indul majd a játék. De hogy minden a lehető legnagyobb rendben menjen, és minden csapat a maximumot kihúzza magából, ezért Döni megkéri a műsorvezetőket, hogy még egy utolsó buzdítást, még egy csatakiáltást kiáltsanak el a csapatoknak. Allez-y. Merci Deli, alors la forza Bolzano su Tirol. Dai. Possiamo ancora farcela. Possiamo arrivare primi. Sì, scalatela come una montagna. Traversate questo mare e vincete, possiamo ancora farcela. Pour vous Rouen, rien n'est désormais impossible. Vous pouvez encore venir arracher une victoire finale et nous comptons sur vous. Il n'est pas question de perdre, ok? Locarno. Ultimi in classifica, ultimo gioco, ma primi in simpatia! Bohin zadna igra, ampak zadna priložnost,
chicken dance, ci zionsko morje, dej ma! Gyerekek, ti vagytok a legjobbak, meg kell nyerni! Ez az utolsó feladat, hajrá! Elava, elava, oresti java! Imaš te i proti, se oni ti ne probi! Oresti java, kali varkada, ke proti! Tout le monde est prêt? Attention! Prêt? Az utolsó sípszó, legalábbis a rajtot indító sípszó, de mi van? Beszorult a hajón. Ki kell akasztani, gyerekek, hátul aljóta most lehet menni. Áj, ezt a csacsiságot, úgy látom, mellettük a szlovének is elfelejtették kiakasztani. A svájciak viszont nem, és ők nagyon mennek, és oldalt az olaszok is nagyon jól megindultak. A svájciak és az olaszok, a franciák elmaradtak, és sajnos mi is hátrányban vagyunk, úgy látom, hogy egy emberként a szlovén, a magyar és a görög csapat beszorult a rajtnál. Most aztán jól kell levezni, csak a szlovének bevágnak elénk, nem tudnak jól kormányozni, az olaszok partot értek. A franciák nehezen tudnak kikászálódni, mert rossz helyre érkeztek. Jönnek az olaszok, mindenkinek föl kell ugye másznia, mint ahogy arról már volt szó. Mindenkinek, nem csak egy embernek, elől az olaszok. A harmadik helyen másztunk ki végül, tehát az evezéssel sokat hoztunk, a görögök meg még mindig nem találják a partot. Az olaszok tűnnek elsőnek, de az utolsó ember számít, aki fölér a nyolcból. Na gyerünk szépen libasorban, gyorsan, persze csúszik az, a vizes a kötél is, vizes a talaj is, nem olyan könnyű mászni. Ott lehetünk a dobogón ezen az estén is. Nagyon jönnek az olaszok, a franciák csak szorványosan, az olaszok nagyon jól állnak, és a szlovénekkel vagyunk még versenyben, a szlovének jobban másznak valamivel, a franciák nagyon elmaradnak, a szlovének értek föl elsőnek, megverték végül az olaszokat, akik pedig nagyon jól leveztek. Jöhetünk, mi még fölérhetünk, a svájciak egy picivel megelőznek minket, a kutya mindenét. A franciák meg olyan kényelmesre veszik, hogy csak na. A görögök meg nagyon-nagyon lemaradtak. Szanaszét alant a csónakok, de ez már nem érdekes. A görögök az utolsók, ez biztos rosszul leveztek, még rosszabbul szálltak ki, a mászásnak még már nincs is jelentősége. Hát nem sikerült igazán jól. Sajnos elszúrtuk a rajtot, az az igazság. Ott nyerhettünk volna néhány értékes másodpercet. Most már csak a görögökre vár mindenki. Azt hiszem, de ezt majd ki kell pontosan számolni, ezzel a 6 ponttal is ott leszünk a dobogón, de ezt most nem tudják a miénk sem. Félek, nem tudják, most aztán néznek, mi hanyadikok lettünk, hány pontot is kapunk, hogy áll az összesítés? Na majd meglátjuk mindjárt. Csak várjuk meg, hogy a görögök is följussanak végre, hogy aztán végképp lehessen örülni, már a szurkolók nem nagyon zuhantak össze, hogy elnéztem. Hát végül is ez csak egy játék. Megjött a görög csapat is, és most már lehet ünnepelni. A játékosok megtették a magukét, a bírák még egy picikét számolgatnak. Mi még izgulhatunk, hogy végül is akkor hanyadikok leszünk. Az biztos, hogy a szlovének értek föl elsőnek az utolsó játékban, és kapnak majd 12 pontot. Én az olaszokat láttam másodiknak, a svájciakat harmadiknak, és aztán jöttünk mi. Egy egész picivel megelőztek minket a svájciak. A harmadik helyért vívott küzdelemben. Bár ők az összetettben nem igazán fontosak, csak hát nekünk lett volna fontos mondjuk, hogy hány pontot kapunk. És pont avval a két csapattal állunk versenyben, a szlovénnel és az olaszsal, akik megelőztek minket ebben az utolsó játékban. Az első, illetőleg a második helyért folytatott küzdelemben. Bár Bohin nagyon elment. Az olaszok nagyon jól leveztek, jól is szálltak ki, és aztán rosszul másztak. Na lássuk csak, a szlovének nyertek, 1 perc 22, 5 másodperccel megverték az olaszokat. Igen, negyedikek vagyunk, 5 másodperccel maradtunk el a svájciaktól, és aztán mögöttünk a franciák, illetőleg a görögök, tehát 6 pontot kapunk mi ezért az utolsó játékért. A svájciak nem veszélyesek ránk, a szlovének és az olaszok viszont alig, hanem előttünk végeznek majd. Na és mielőtt jön az ünnepélyes eredményhirdetés, emlékeztető néhány kép a ma este játékaiból, szabadulás bőrön, de illetve valaki bőrön nélkül, a zenekarok, ez volt a Fir Rúzs, ami nekünk nagyon-nagyon jól sikerült, a cápa, a kötél alagút, a lányszöktetés, az ügynökök gumimatracostul, ezt a játékot is megnyertük. Na meg ezt is, ezt a furcsa Rabok keresztül az Akváriumon című nem tudom mit, az ágyas játékban nem játszottunk.
És ezt fényesen megnyertük a fülrúst Gábor révén, aki föltapadt a falra nagybőgőstől, gitárostól. A ruletten nem volt szerencsénk sajnos, de összességében nagyon-nagyon jól játszott Budapest 18. kerület csapat a Pest-Szentlőrinc Pest-Szent Imre. Na lássuk az összetett eredményt. Szokás szerint visszafelé a 6. helyen a görögök Orestiada 28 ponttal. Ötödik lett a svájci csapat, Locarno, 35 pontot szereztek. Legutóbb a svájciak nyertek, most az ötödik hely jutott nekik. Negyedik helyen a franciák, Rouen, 37 ponttal. A harmadik helyen pedig a magyar csapat, Budapest 18. kerület, Pest-Szentlőrinc, Pest-Szent Imre csapata. La Hongrie. Több játékot is sikerült megnyerni a 18. kerületi csapatnak, de volt egy-két játék, amiben bal szerencsék volt. Menczer Gusztáv veheti át a harmadik helyzetnek járó serleget tehát. Második helyen a hazaiak, az olaszok, Bolzano, Südtirol, 49 pontot gyűjtöttek az olaszok. Most bezzeg örülhetnek, egy héttel ezelőtt nem voltak ennyire boldogok. Az idei játék határok nélkül második fordulójának a győztese pedig végig nagyon-nagyon jó játékot nyújtva. A szlovén csapat, a bohin csapata végül is fölényesen 7 pont különbséggel 56 pontot gyűjtve nyerték meg ezt a ma esti fordulót. Egy hét múlva pedig bemutatkozik egy olyan magyar város, amely még soha nem játszott a játék határok nélkülben a magyar színekben. Egy hét múlva tehát a debrecenieknek szurkolhatnak majd. Után harmadikok lettünk. Nagyon-nagyon szép verseny volt, nagyon jó játékosaink voltak. Reméljük önök pedig nagyon jól érezték magukat. Viszontlátásra egy hét múlva, és én most rohanok, bele ne vágjanak a vízbe.